A művészeti képzés amellett, hogy fejleszti az ember személyiségét, abban is segít, hogy kifejezzük a gondolatainkat, érzéseinket a világ felé. A Pro Artis Művészeti Iskolában összesen 4 fajta művészeti ágat tanulhatnak a diákok, a táncot, a zenét, a képző és ipar, valamint a szín- és bárművészetet. Az intézményben 3 napon keresztül várták az idei tanévre beiratkozni vágyó diákokat. A zenei tagozaton 2 hangszeren, gitár, illetve az ütő tanszakon túljelentkezés szokott lenni. Oda nem tudunk mindig azonnal felvenni növendékeket, előfordul, hogy várakozni kell rá. Ezzel szemben a fúvós és vonós tanszakokon mindig van szabad hely, ahol több hangszer közül is választhatnak a növendékek, például hegedű és a cselló közül. Zsombornak a beiratkozással 1-5 éves álma vált valóra, mindig is meg akar tanulni dobolni. Az osztályában többen is játszanak valamilyen hangszeren, reméli, hogy a jövőben összeállnak egy együttessé. Dobolni szeretnék, mert apukám is dobol, csak ő nem járt zeneiskolába, és gyerekkorom óta szeretnék, hát ilyen 5 éves korom óta. Az intézményben úgy tartják, hogy érdemes a gyermek által választott művészeti képzést minél fiatalabb korban elkezdeni, így jobban fognak fejlődni a növendék képességei. Eszter is most kezdi meg a tanulmányait az iskolában, igaz, ő már tavaly is járt előkészítőre a Pro Artisba. Zongorázni tanul majd, szerinte ennek a hangszernek van a legszebb hangja. Még tanultam egyszer furulyán, de inkább a zongorát választottam. Az iskolában a tanórák jövő héten kezdődnek el. A növendégeknek a művészeti iskolában folytatott tanulmányaikra szabad idejükből kell áldozniuk, valamint otthon is rengeteg gyakorlás vár rájuk.